Később indult a dinnye szezon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, országos szinten már korábban elindult a termesztés, megyénkben viszont még most van a dinnye főszezonja. Így a szüretelés is megközelítőleg két héttel tovább tarthat, mint az ország többi részein. Azt kell elmondani, hogy Szabolcs megyébe a többi körzethez képest később indul a dinnye szezon. A legkorábbi körzet, hogy az Békés megye, Tolna megye és Baranya megye, hogy gyakorlatilag a dinnye termesztés lassan befejeződik, még egy minimális van, viszont Szabolcs területe, mivel később indultak, ott most van a főszezon, és hogyha az idő kedvező lesz, akkor egészen augusztus végig szeptemberig kitart. Egyedül egy nagy gond van, ugye a mostani nagy meleg és a száj. Sajnos a szabolcsi területnek egy jelentős részét még nem öntözik, ott ez okozhat gondot akár a mennyiséggel, akár a minőséggel is. Bár az időjárás kedvezett a jó dinnyének, a korai termés nem találkozott az exportpartnerek igényeivel. Országosan egy olyan 190 és 200 tonna körül dinnyét várunk az idén. Azt kell mondani, hogy az elkövetkező időszakban annyi dinnye lesz, hogy a belföldi piacot el tudjuk látni. Sajnos nagy mennyiségben lehetne most szállítani exportra, viszont arra már nincs megfelelő mennyiségű árolap. A különböző dinnyék fogyasztói árai eltérhetnek, jelenleg 90 és 160 forint között mozognak fajtától függően. A Fruitweb elnöke hozzátette, a dinnye szezon egészen addig tart, amíg egy hűvösebb, csapadékosabb időszak be nem következik, vagyis a lőrinc nappal nem ért véget a jó minőségű dinnyék szüretelése.